Nincsenek pontos információink erről a betegségről, most már 2 év óta se régebbről, se most se. Nem tudjuk, hogy kik fekszenek az intenzív osztályokon, nem tudjuk, hogy ők kaptak-e oltást, nem tudjuk, hogyha kaptak oltást, akkor azok milyen oltások. Évvégi nagy üzem van a parlamentben, így a bizottságokban is, meghallgatások során vettem részt. Tegnap Szijjártó Péter, ma Palkovics miniszter úr adta elő, hogy Magyarországon mennyire jól mennek a dolgok. Ára özönlik ide a külföldi tőke, települnek a munkahelyek, az innováció innovációt követ. Mindezt órákon keresztül. Amikor ellenzéki képviselőtársaimmal föltettük kérdéseinket, hogy rendben van, de hol lehet ezt megtalálni Magyarországon, a valóság bolygón, ez hol van? Ez a két ember, Szijjártó úr is és Palkovics úr is, mintha mi sem történt volna, mondtak tovább a sikerpropagandáikat, és egyszerűen nem voltak hajlandóak érdemi válaszokat adni, folyamatosan félrebeszéltek. A magyar kormány beterjesztette az egészségügyi törvényt, amiben nagyon helyesen a magyar orvosoknak a bérét megemelte, ám de a kórházi és egyéb egészségügyi dolgozók béreit nem, vagy alig emelte meg, illetve olyan alapintézményi elvonásokat eszközöltek ebbe a törvénybe, hogy rengeteg dolgozónak még kevesebb is lett a bére. Így történhetett az, hogy egy világjárvány kellős közepén több ezer ember hagyta el az egészségügyet. Igen, szolidaritás Magyarországért mozgalomnak, az ISZOM-nak meggyőződése, hogy a Magyarországgyűlésben is munkát végzünk. Ez az én személyes meggyőződésem is, én munkavállalónak tartom magamat, a magyar emberek megbízásában dolgozunk itt, és mint ilyen, kötelezően gondolom azt, ami természetesen egész ország dolgozóra igaz, hogy itt nem lehet alkoholt fogyasztani, és azt szerettem volna elérni egy határozati javaslattal, hogy ezt vizsgáljuk alkoholszondákkal, hogy a Magyarországgyűlésben a képviselők állnak-e alkoholos befolyásoltság alatt. Legnagyobb sajnálatomra ez a határozati javaslatom elbukott az igazságügyi bizottságban, innen fog a parlament elé kerülni. Természetesen ezért az ügyért is harcolok tovább. Meghallgattuk Süli Jánost is, aki a paksi beruházásnak a felelős minisztere. Orosz milliárdokból épülne a második blokk is, de egyelőre nem épül. Hát egészen elképesztő ez a helyzet természetesen. Elképesztő méretű orosz hitelt vettünk föl egy nagyon labilis vállalkozásra, mert megoszlanak a vélemények, és Süli úr szokás szerint, ahogy tavaly se, idén se tudta megmagyarázni, hogy miért jó ez Magyarországnak, miért jó ez a magyar embereknek. Reméljük majd, hogy a következő kormányban olyan emberek is lesznek, akik el tudják mondani, hogy miért kell 1000 milliárd forintokat fölvenni olyan hitelekre, aminek semmi értelme. Ausztriában 61%-kal, Romániában 19%-kal, Ukrajnában 41%-kal, Dániában 86%-kal kevesebben haltak meg egy millió főre vetítve, mint nálunk Magyarországon. Ezek tragédiák. Nagyon remélem, hogy a következő kormány már tényleg nem a Fidesz fogja megalakítani, és ezek az emberek leszállnak végre erről az országról, és hagyják kibontakozni a 21. században Magyarországot.